A Bartók Béla tér adott otthont a 97. ünnepi könyvhétnek. Az idei találkozó különlegessége volt, hogy a Vörösmarty Könyvtár és társintézményei szervezésében az olvasás barátainak legnagyobb örömére ebben az esztendőben a társművészetek képviselői is felléptek az ünnepen. A Székesfehérvári Balettszínház művészei Egerházi Attila kiváló koreográfiáját mutatták be. Én társművészetnek tekintem az irodalmat egyébként, mert több darabunk is irodalmi témájú. Szerintem a könyv az egy olyan alapvető, a kultúrának egy olyan alapvető eszköze és attribútuma, ami mindenkinek a kezébe ott kellene jószerivel lenni. A Vörösmarty Társaság íróinak és költőinek műveit a Vörösmarty Színház színművészeinek előadásában hallgathatták meg az érdeklődők. Ez a mai könyvheti piknik egy nagyon különös rendezvény, ahol a Vörösmarty Társaság összefoghatott a Vörösmarty Színházzal, a Balettszínházzal, és itt színészek fogják, vagy színészek olvassák fel a Vörösmarty Társaság szerzőinek a műveit. Na, mai megnyitóra egy Kosztolányi szöveggel készültem, Kosztolányi Dezső az Olvasás jövőjéről című esszéjében fogalmaz úgy, hogy a könyv az egy múlhatatlan kincs, ez az, ami örökké valóvá és halhatatlanná teszi a szerzőt, ezért a könyv tulajdonképpen egy mindennapi csoda. Az Aranybulla Könyvtár idén is képviseltette magát a könyvhét csúcseseményén, hiszen az olvasókkal való ünnepi találkozás a legfontosabb számukra is. Mi is mindig törekszünk arra, hogy bemutassunk egy-egy írót, költőt, úgyhogy éppen ezért a héten már két olyan programmal is készültünk a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek, ami úgy gondolom, hogy a lélekig hat. Mert ne feledjük, a könyv az egyetlen, ami hű maradt hozzánk. Elfelejteted, félreteheted, nem sértődik meg, nem fordul el tőled, hanem szerényen vár rád a polcon, s a kedvet kapsz hozzá, nem hagy cserben.